időjárás. Előrejelzés. Hőmérséklet. Időjárás. Tiszta Düri. Készen. A mi kis városunk február 2-án. Létezik nagyobb őrület a februári Mormota Fesztiválon? Hamisítatlan, vidám hangulat uralta az Idétlen időkig című darab olvasópróbáját a Móricz Zsigmond Színházban. Az 1993-ban bemutatott film óriási sikert aratott Bill Murray és Andy McDowell főszereplésével, amelyben a főhős folyamatosan újraéli az előző napját. Horváth Illés dramaturg rendező, szórakoztató és egyben elgondolkodtató darabot szeretne a színpadon viszont látni. Egy nemcsak egy vígjátékról, de egy musical vígjátékról beszélünk. Fantasztikus, különleges zenéje van, ennek az előadásnak a zenéje megkapta a legjobb eredeti musicalt is, a Tony és az Olivier díjakat külföldön, tehát egy nagyon rangos elismerésekben részesült új bemutatóról beszélünk, aminek különlegessége, hogy London és New York után Nyíregyházán láthatja először közönség, úgyhogy Gulácsi Tamás, aki a főszerepét fogja játszani a színdarabnak, a világon a második ember lesz, aki Phil Connors-t alakíthatja színpadon, úgyhogy ez egy nagyon nagy lehetőség nekünk, a városnak, a színháznak, egy nagyon nagy dolog, hogy ezt sikerült összehoznunk, úgyhogy most már csak meg kell csinálni. A vígjátékba csomagolt filozófiai, lélektani művet december első felében láthatja a közönség. A darab szórakoztató módon keresi a választ, mi adja meg az életben a boldogságot és a lét értelmét. Az ember bármit megtehet, ugye? Egy idő után ezt veti fel ez a történet, hogyha nincsenek következményei a tetteidnek, mert minden nap úgyis ugyanannak a napnak a reggelére ébredsz következmények nélkül, akkor ugye te bármit megtehetsz, akkor lesz egy ilyen szabadságod. És hogy ezt mire használod vajon? Hogy az emberben elindul-e, és a főhősünkben elindul természetesen, és ettől lesz a darab érzékeny és emberi, hogy egy idő után azokon a triviális dolgokon, ami mindenkinek először eszébe jut, hogy mi mindent tehet meg, hogyha ekkora szabadsága van, de hogy idő után arra is fel lehet használni ezt az időt, hogy jót tegyél, hogy észrevedd a melletted élő embert, akit egyébként a hétköznapokon csak úgy az élet hagyományos folyása közben észre sem vettél, átlépnél rajta, nem törődnél vele, nem vennéd emberszámba, és hogy az élet tulajdonképpen mennyivel teljesebb és boldogabb tud lenni akkor, hogyha nem így cselekszel. És akkor egy nagy tanulsága szerintem a történetnek, hogy vajon meg kellett történjen az, hogy 43-szor megismétlődik egy nap az ember életébe, vagy 43 éven keresztül ugyanaz a nap ismétlődik az életébe, ahhoz, hogy észrevegyük a mellettünk álló emberben a szerethető embert. Az éves mormota ünnepen. Gulácsi Tamás színművész Phil Connors-t alakítja majd a darabban. A 6 hetes próbafolyamat alatt Tamás Attila zenei vezető és Horányi Tamás korrepetítor segíti a szereplők zenei felkészülését. Urbán Szabó Fanni pedig női főszereplőként Rita Hanson szerepében debütál december 11-én este 7 órától.